Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Jobbik képviselői hetente és fejenként egyre több segélykérést kapnak azt illetően, hogy akadályozzuk meg valahogy a polgártársainkat érintő kilakoltatások sorozatát. És úgy tűnik ráadásul, hogy a végrehajtó társaságok egy része, tisztelet a kivételnek, de vérszemet kapott a tekintetben, hogy olyan ingatlanok kiürítését is kezdeményezzék, amelyek esetében nem állna fenn még az alapos gyanú sem, hogy szükséges legyen ez a lépés, nemhogy a jogszerűség nem áll meg. Szégyen, hogy ma Magyarországon meg lehet ezt tenni következmények nélkül, hiszen a károsult, hogyha kiteszik lakásából, otthonából, akkor adott esetben is csak egy több éves procedúra után tarthat, formálhat jogot a valódi igazságszolgáltatás. Jelen pillanatban pedig az látható, hogy a kormányzat által meghatározott kilakoltatási kvóta alapján lényegesen több embert távolíthatnak el otthonából, mint ahányat adott esetben a megoldásnak nevezett csomagok meg tudnak menteni. Nézzünk egy-két példát. A mai sajtóból derült ki, hogy az Ócsára tervezett és kimondottan a legnehezebb sorsú devizahiteleseknek menedékként szánt falu, ahova egy lakópark szerűségbe elhelyeznék ezeket a nagyon nehéz sorsú embereket, még tovább csúszik, lényegében a pályázat kiírási szakaszban van, vagy még talán ott sincsen, attól függ, hogy a hivatali eljárást hogy bíráljuk el. Tehát elmondható az, hogy ezek az emberek semmiféle menedéket e tekintetben nem várhatnak. Az a nemzeti eszközkezelő, ami az útszélén hagyott emberek utolsó mencsváraként lett feltüntetve, szintén döcögősen indul, elmondhatjuk, hogy nemhogy tömegeket nem tudott még megmenteni, reális alternatívát egyelőre nem tud támasztani senkinek. És hogyha a kormányzat teljes költségvetési támogatással mindent ide csoportosítana az érintett polgárok védelme érdekében, akkor is csak az érintett családok mint egy felét, kétharmadát tudná megvédeni, és akkor sem kezdett semmit, azzal, mint egy 1 millió emberrel, aki nem képes fizetni a közüzemi számláit, és aki ebből kifolyólag ugyanilyen szociális katasztrófa helyzetbe kerülhet, tehát nem túlzás kijelenteni, egy összefüggő, több tényezős társadalmi, szociális katasztrófa dúl Magyarországon, ez van kivontakozóban. És akkor álljunk meg itt egy pillanatra, hogy mi történhet ezekkel az emberekkel. Hiszen kevés nagyobb tragédia van, mint a lakás vagy ház elvesztése. Ekkor ugyanis a család széteshet, a gyermekeket elviheti a gyámügy, a helyzet visszarendezésének esélye pedig a minimálisnál is kisebb, főleg ha maradt még a tartozásból, és azt a jövőbeni fizetésből letiltják. A nemzeti eszközkezelő pedig, amit utolsó esélyként harangoztak be a legnehezebb helyzetben lévők számára, továbbra is a bank engedélyétől teszi függővé azt, hogy segít-e a károsulton ez a rendszer, vagy pedig sem, mert ha a banknak jobban megéri árveresztetni, kalapács alá küldeni a lakást vagy az ingatlan, akkor nem segít a magyar állam. Megengedhetetlen ez a helyzet, ezért kell azonnali megoldást javasolni a devizahitelesek, a károsultak számára. Tehát az a kérésünk és egyben követelésünk, hogy ezt a társadalmi és szociális katasztrófát ne hagyják még mélyebben kibontakozni, tegyenek valamit ellene, mert most még lehet, és ha hallgattak volna a Jobbikra a kormányváltáskor, még olcsóbban lehetett volna, több száz milliárddal olcsóbban, de most sem késő, hallják meg a segélykérő szavakat időben. Halló, halló, Földbolygó hívja államtitkár urat. Ön azt mondja, hogy 80 lakást fognak felépíteni. Mi meg azt mondjuk, hogy 144 ezer ember több mint 90 napja nem tudja fizetni a törlesztő részletét. Kis különbség van a való világ és az önök által felfestett gyönyörű szép univerzum között. Ha csak egy dolgot megcsináltak volna önök, csak forintosították volna a hiteleket felvételkori árfolyamon, több száz milliárd forinttal lenne beljebb az ország, több száz milliárd forinttal olcsóbban lehetett volna ezt kivitelezni a kormányváltáskor, mint most, és ezt a több százezer embert, akiről szó van, az általam említett 144 ezret, és a további devizahitelesek tengerét meg lehetett volna menteni ettől. A probléma az, hogy önök álltak a bankok mellé. Alapításuktól fogva a bankok mellett állnak, el sem mozdultak mellőlük, és most is ott hagyják a bankok pár százalékos profitjáért a magyar embereket az út szélén. Na ez az, amiért szégyelhetnék magukat. Köszönöm a figyelmet.